Márci Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Vastus poén. Bel az utolsó fél percen Kovács megilleve, Orzsámie! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben, akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második féldővel. Köszöntöm a Létszám Televízió nézőit, Firkászok című magazin műsorunkkal jelentkezünk ezen a héten is. Egy állandó vendéggel és egy nagy visszatérő vendéggel, Hegedű Zsolt, egriszín.hu, pepsifoci.hu és Rozsnahi Gábor, agilasport.hu. Sziasztok fiúk, örülök, hogy újra együtt a köszöntöm magadás nézőket. Köszöntöm a nézőket. Nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy itt a klasszikus banda újra összejött. Csak azt nem tudom, most ki a visszatérő és ki az állandó. Hát rajtad kívül, ugye természetesen. Nem, Zsolti, ő már masszív tagja ennek a gyülekezetnek, te pedig ugye hát régi tag, de hát újra örülünk, hogy itt vagy, Gabi, és hát reméljük, hogy majd az előttünk álló fél órában megint a szellemesebb előadásban fogjuk majd tudni megbeszélni a sporti életet. Igen, mondták is, hogy már fel kell dobni valahogy a műsort, tehát lehet, hogy ezért volt szükség rám, hát mindenek, tehát az igen. Meg ha már engem mindenki hizegő számomra. Hát igen, mielőtt bármilyen sporttémába kezdenénk, hát végülis ez is sporttéma, a múlt heti felvételünk óta Hegedű Zsoltot, nem mondom, hogy atrocitás érte, de egy nézői észrevétellel szembesültem a minap az utcákon. Zsolti, hogy is történt, mi is volt ez? Egy idősebb bácsi támadott le az utcán, nagyon aranyos volt, nagyon kedves volt, én mondtam, hogy szívesen megállok mindenkivel beszélgetni. Hát nem pont erre gondoltam, amikor azt mondta nekem, hogy úgy veszem észre rajtad, hogy te mindenkit utálsz. ez már élet leszült. Ez a korábban élet leszült. Tegyük hozzá, a kedves nézőnek igaza van, mert Zsolti tényleg mindenkit utál. De mondjuk visszatérve a magyar válogatottra és Egerváry Sándorra, akkor abban a kontextusban mondta ő ezt. Én azt neki is elmondtam, hogy én nem utálom az Egerváry Sándor, csak nem tartom alkalmasnak a feladatra. Hát végülis az ugyanaz volt annak idején Földivel is, a Steinmetzel is, vagy nem tudom kik és voltak a Zsolti Hárai Balázs, akkor Nagy László is nagy kedvence volt. Tehát ezek az emberek folyamatosan bizonyítanak. Tehát lehet, hogy ez éppensége a te hozzáértésedet is. De ha itt marad venni a dolognál, lehet, hogy a bácsit kell ide beültetni. Hogyha látja például Zsoltinak a hozzáértését. Nem, egyébként úgy gondolom, hogy megpróbáljuk ezt a mai felvételünket olyan medregben tenni, hogy véletlenül se zaklassunk fel senkit, és hát remélhetőleg tényleg olyan témákkal tudunk majd most foglalkozni, amikben nem lesz annyi gyűlölet Zsolti szemében sem. Hát az előző héten azzal fejeztük be, hogy hát a labdarúgó NB1-es átigazolási pletykákra már nem nagyon maradt idő. Folytassuk ezzel? Aztán utána visszatérhetünk. A válogatott szünet után ugye rendeztek egy NB1-es mérkőzést, az MTK Eger meccset, ahol 3-0 arányban elvéreztek a fiaik. Ha szabad lehet gyűlölködni, akkor ott mindenképpen, és ha már itt van egy játékvezető kolléga, akkor kicsit átérnék majd a játékvezetőkre is. Jó, hát nem láttam a mérkőzést, a végét. Kezdjük ezzel, hogy az átigazolási hírekkel. Hát ugye a múlt hét nagy szenzációja mindenképpen az, hogy Rudolf Gergely, majdnem Pétert mondtam, de ugye az már akkor színházi hírek lettek volna. Tehát Rudolf Gergely Diós Györbe igazolt, és hát a hírek szerint, az újonnyiradós hírek szerint a legjobb fizetése rendelkező Magyarországon játszó játékos lett Rudolf Gergely. Hát itt mi számolgattunk, hogy nem nagyon hozták nyilvánosságra, hogy mennyi ez. Ti nagyjából mennyire satszoltok? Ugye eddig úgy volt, hogy Torgella a havi 8 milliójával vezeti ezt a rangsort. Hát hogyha egy picivel többet is kap, az is egy éves szinten 100 millió forint. Honnan van a Diós Györgynek ennyi pénze? Hát Leistinger úrtól gondolom. Tehát, de ő ennyi pénzt saját zsebéből bevállal? Hát, mert jó, akkor visszakérdezek, honnan van a Diós Györgynek pénze? Tehát szerintem csak innen. Nem, mondjuk, ha jól tudom, ilyen pletyka szinten, hogy a Diós György, illetve a Miskolc városa különböző vállalkozókat keresett erre. Ugye nemrégen felröppent a hírpont, az Agriasporton írtátok meg, nem is tudom ki volt, szerintem a Rafi, hogy Madaras Norbert fizetésére keresünk vállalkozókat. Tehát ott is valamilyen kampány indult, csak ott úgy gondolom sikeres volt. Tehát ha jól tudom, és a pletykák szerint, ahol én dolgozok, ott ilyen pletykák terjengtek, hogy vállalkozók szálltak be, és ők adják a Rudolf Gergelyt. Valamit nagyon jól csinálnak Miskolcon, ez a lényeg, tehát a Diós György körül. Most az, hogy mennyit keres Torgella, mennyit keres a többi, ez se biztos, hogy annyit keres. Tehát ezek mind ilyen titkos számok maradnak. Lehet, hogyha tényleg az igazságot megtudnánk, akkor csak esnálunk. Lehet, hogy ezzel a 7 millióval vagy 8 millióval egy kicsit túlsatszoljuk magunkat. Minden esetre, ha tényleg marad, hogy ezen az egész Rudolf átigazolásnál
hogyha Rudolf azt a teljesítményt nyújtja, amit egy időben, nem is olyan rég, még a válogatott színeiben produkált, amikor gyakorlatilag mindenki megszerette, meg a Panathinaikoshoz igazolt ennek köszönhetően, akkor a Diós György nagyon-nagyon fog bele, véleményem szerint. Azért még remélem, kihúzza egy-két hétig ez a teljesítmény, nem lesz, mert jövét vasárnap Fradi Diós György lesz. Hát nekem tudom akár érni magát, ha jól tudom, azt mondta is, hogy 2-3 hét minimum kell. Hát nincsen, meccsiányban szenved, tehát ez egy nagyon nagy probléma. A nagy dolog meg az, hogy egy, ne felejtsük el, a magyar klubok, hogyha megnézitek, ilyen 1-2 éves szerződéseket tudnak kötni. A Rudolf Gergővel 3 éves szerződést kötött a Diós György, amit ne felejtsünk el, hogy még befektetésnek is jó. Mert ha a Rudolf Gergely újra olyan formában lesz, mint mondjuk a válogatottban, akkor onnantól kezdve külföldre nagyon jó pénzek el lehet adni egy olyan játékost, akit most ingyen szereztek meg. Igen, és azért mindig örök dilemma a magyar labdarúgásban, hogy szezonról szezonra hogy élnek meg ezek a klubok. Tehát, hogyha aláírtak egy 3 éves szerződést a Rudolffal, és tényleg kockáztassuk meg, hogyha azt mondjuk a Torgelin tényleg a havi 8 millió, és ennél csak több, akkor az éves szinten 100 millió forint minimum, akkor a Diós Györgynek ugye, hát gondolom nem egybe fizette ki 300 milliót, tehát azt majd a következőben, azt mondja, megint a következőben. Ilyen pénzek mozognak a labdarúgásban, és ezzel kapcsolatosan egy érdekesség. Hát Európában csak nagyobbak. Na pontosan, a nemzeti sport lehet ugye forrást megjelölni. Most hát a nemzeti sportban a héten volt egy összeállítás. Ugye a közép-európai régiónak a bajnokságaival, játékosaival, átigazolásaival, talán még a játékos kereseteivel kapcsolatosan is. Tehát igazából Magyarország majdhogy nem az utolsó a sorban. Lehet, hogy csak a szlovákok vannak mögöttünk. A Románia a leggazdagabb a térségben, a román bajnokság. A román játékosoknak az ára. Tényleg mi gyakorlatilag egy-egy átigazolás kapcsán euró százezrekben beszélünk, ők eurómilliókban beszélnek. Hát ne felejtsük el, most volt pont a Red Bull Salzburg, nincs olyan messze Ausztria, ugye onnan jött el a Moniz mester a Ferencvárosba, és én nagyon-nagyon reménykedtem abban, hogy a Red Bull Salzburgnál most 4 külföldi játékost a tartalék csapatba száműztek, és azt mondták, hogy innentől kezdve ők az első csapathoz nem kerülhetnek oda. 3 brazil, meg egy Uruguay játékos, ez a Bokozján. 3,5 millió euróért vette meg anno a Salzburg ezt a játékost, most meg csak úgy lerakja a tartalékba. Tehát eddig képzelni, hogy milyen pénzekről beszélünk itt. Itt meg amikor már a Ferencváros, a Gyömbér Gábor árát nézegetjük, és megveszi 30 millió forintért. Tehát itt óriás a különbség, körbe is. Egy Cluj, egy kolozsvári csapat, egy Steaua Bukarest, egy Rapid Bukarest, amikor gánai válogatott focista, afrikai játékosok, akik 2-3 millió euró a piaci értékük, nekünk meg azon kell gondolkozni, hogy 30 millió forintos játékosokat kell vennünk. Amikor eladjuk a legjobb játékosainkat, Gera Zoltán, Juhász Roland, hú de jó, mekkora nagy csoda, hogy már 700 ezer eurót kaptunk értük. Itt a környékbeli országokban meg 3-4 millió euró értékű, piaci értékű játékosok játszanak. De a Debrecen is bevásárolt ugye Pöleskei Péterrel, és hát én meglepődtem önmagában a tényen, hogy Pöleskei a Debrecenbe igazolt, másrészt pedig Kondás Elemér, ugye a Loki edzőjének az első nyilatkozata ez ügyben, hogy hogy is fogalmazott, hogy minden csapatnak szüksége van egy olyan játékos, amit a Pöleskei Péter. Most igazság szerint nem tudom, hogy mire célzott, mert hogy ő zárja mindig a szertárt, vagy... Nem, hát voltak külperiódusai Pöleskeinek a Ferencváros. Voltak egyértelmű, csak hogy mondjam, tehát az Üllői úton igazság szerint azért utálták ki a Fradi drukkerek, mert hogy mondván nem Fradi szintű játékos. Na most, amikor van egy olyan Debrecen, ami hát ugye klasszisokkal jobb, mint a jelenlegi Fradi, akkor én nem értem, hogy akkor miért kell a Debrecennek? Lehet, hogy láttok benne ilyen szintű fantáziát. Tehát most, jó, te is nehéz erről a témáról veled beszélni, mert egy elfogult ferencvárosi szurkoló vagy. Tehát te a szurkolóknak a hangja vagy ott is. Most egy Pöleskei Pétert egykoron, amikor tényleg Détári átvette, akkor jó ment ugye a Fradinak idézőjelesen. Akkor te is szeretted Pöleskeit. Egyértelmű. Én most nem is ez volt a gond, sőt, hát sokan azt mondták, hogy a Pöleskei a tavalyi szezonban hát szinte élete szezonja volt. Tehát rugott gólt az Újpestnek, rugott gólt Diós Győrben, és ennyi. Csak ebben a sázban valahogy nincs több. Tehát mindenki ezt látta. És igazából az Üllőt nem utálták őt, csak egyszerűen hát úgy gondolták, hogy az előrelépés az más szintű játékos kell, de most csak... Szerintem van benne több. Azért gondolom, én nagy Fradi szurkoló vagyok én is. Pöleskei Pétert rengeteget kikezdték a Fradinál. Pöleskei Péter egy olyan típusú játékos, akinek óriási lelke van. Ha őt bántják, és nem megy neki, és nincs mellette valaki, akkor onnantól kezdve nem megy neki. Ne felejtsük el, tényleg, amikor az Újpest ellen gólt lőtt, egymás után a Diós Győr ellen gólt lőtt, akkor mindenki mennyire oda volt ért, hogy mekkora játékos lehet belőle. Csak a Fradi szurkolók azért azt a becenevet adták neki az Újpest meccs után, hogy lila ölőpölő. Igen, én úgy gondolom, hogy a Pöleskeinek nem volt egy olyan szakmai stáb mögötte, aki ki tudta volna belőle hozni a tudását. Szerintem nem egy rossz játékos, magas, erőszakos, meg tudja tartani a labdát. Én nagyon bízok benne, és én kívánom neki, hogy a Kondás Elemér kihozza belőle azt, amit tud. Én
nagyon sajnálom azt, hogy a Moniz mesternél nem maradt ott. Kíváncsi lettem volna, hogy egy ekkora, ilyen típusú és ilyen nagy kaliberű edzőnél, mint a Ricardo Moniz, mit tudott volna kihozni a Pölöskér Péterből, mert ugye látjuk az edzéseken, hogy a fiatal játékosokkal, az Orosz Márkkal, a Máté Janival óriási fejlődéseken mennek keresztül, mert minden egyes edzés után fél órákat kimarad velük, megmutatja, hogy kell csinálni. Lehet, hogy a Pölöskérnek ez jót tett volna egyébként. Voltunk Debrecenben, Diós Györgyben, az Üllői úton, hát most már akkor térjünk vissza Egerbe, már csak azért is, mert még mindig egy csatáról lesz, pontosabban a csatárposztról. Rudolf és Pölöskér után egy harmadik támadó, ugye aki Egerbe érkezett, Vujovic. Igazából bemutatkozott hétvégén az MTK ellen. Láttuk már játszani, először videótonnál, ugye nem Szombathelyen is volt. Tehetségesnek, jó játékosnak tartják, igazából nem tudjuk azt, hogy mire képes. Tehát nem emlékszek neki így a tévén keresztül se olyan mérkőzéseire, hogy hú, ez most emlékezik. Most nyugodt, hogy nagy buffszott az MTK. Hát meg kiadjott 3-4 helyzetet, tehát lehet, hogyha tényleg Simon Antal is mondta a mérkőzés lefújását követően, ugye a gyors értékelésnél, hogyha a Vujovic előbb kerül hozzájánk, akkor lehetséges, hogy a 4 kihagyott helyzet helyett 2 rúgott gólról beszélnénk. Nem, ez soha nem fog kiderülni. Viszont azért ez is milyen szép történet, nem tudom, hogy ez egy utánpótlás válogatott, mondta Ledói. Aki végül is a végzetünk lett az MTK meccsen, aki nem tudna, hogy a 3-0 arányban kaptunk ki a Hungária körúton, a Hidegkúti stadionban. És hát a hétnek a krónikája az volt, még az MTK Eger meccs megelőző krónika volt az, hogy az MTK támadója Tisler Patrik mostanában valóban nem volt kezdő, és hát megjegyezte, hogy Garam Józsi bácsi jó lenne, hogyha többi lehetőséget kapnék. Az öreg berakta kezdőbe, és mit ad Isten, klasszikus mester hármasabb bosszantotta az egér híveket Tisler Patrik. Hát jobb lett volna, hogyha Patrik mondjuk egy héttel később panaszkodja el magát a sajtónak, nem? Vagy jött volna, hogy Vujovic helyére idegen. Ebben ne szóljunk bele annyira. Hát reménykedjünk benne, hogy tényleg itt azért ez a csiszolatlan gyémántokat valamilyen szinten meg tudjuk csiszolni, illetve Simon Antal, és tényleg itt azért van egy Csami, akit idehoztunk, még egy kameruni támadójátékos. Az a furcsa, hogy tényleg ide jönnek ezek a labdarúgók valamilyen szinten. Jó, fel kell tölteni a keretet, itt azért az MB3-as csapatra is gondolni kell azért, hogy gyakoroljanak ezek a srácok, de igazából tényleg idehozzuk ezt a rengeteg külföldit, és úgy. Nekem a legszívesebb. Már azt se tudjuk, lehet, hogy ki az a Mecsinovic például. Nekem a legszívbe ütő dolog az volt, amikor az egyetlen eddigi NB1-es meccsünkön ugye nyerni tudtunk, már pontosabban a Paks meccsre gondolok, amikor néztem a kezdő névsorokat. Paks összeállítás, Egere összeállítás, és a pályára lépő 22 kezdő játékosból egyetlen egy egri volt, az viszont a Paks színeiben, ugye a Sipeki. Na azt ne felejtsük el, hogy azért az egri foci a állítás béka segge alatt volt évekig. Tehát nehéz úgy utánpótlást is csinálni. Tehát azért, amikor nincs csapatunk, megy egyes csapatunkval. Most néztem pont az utánpótlás eredményeket. A U18-as, U16-os és 15-ös csapatunk már most gyűjtögeti a pontokat az első osztályban, ne felejtsük el. Tehát már nem MB2 észak-keleti csoportról beszélünk, ahol azért nehezebb fejlődni. MB1-es bajnokságban hétről hétre a debreceni focisulival, a nyíregyházi focisulival, a Honvéd akadémiával, a Videoton akadémiával, a Fradival, az Újpesten játszhatnak a fiúk, ami úgy gondolom egy fejlődést adhat nekik. Most muszáj volt. Én azért itt voltam és próbáltam belelátni ebbe a foci, egri foci ügybe. Nagyon nehéz magyar játékost igazolni. Nagyobb az elvárása, nagyobb a fizetésigénye. Ugye nagyon nagy problémák voltak Egerben. Lesz-e stadion, lesz-e egyáltalán indulás, minden játékos kivárt. Én azt mondom, hogy Vujovicsa várjunk. Tehetség alapján szerintem az NB1 egyik legjobb csatára. Ez így van. A fehérvári fórumon szurkolók azt mondták, hogy nagyon sajnálják, hogy elment Fehérvárról, nagyon szerették. Én most láttam, kim voltam az MTK elleni mérkőzésen, annak ellenére, hogy kihagyta a helyzetet, végre helyzetbe kerültünk. A Vujovic látszik a mozgása, hogy egy igazi profi mentalitású csatár, neki látszik, hogy utol kell érni magát, arról nem beszél, hogy érezni kéne a csapattársakkal egymást, ami azért úgy gondolom még messze van. Ez az egri csapat szerintem erős lesz. Az MTK ellen is látszott, hogy az első fél időben nagyon szer, én nem voltam a sajtótájékoztatón a mérkőzés után, ahol a Tislerről is volt szó, a Garami Józsi bácsi megmondta, hogy nagyon egyszerű a képlet, a kisrác meg volt sértődve, azt ez Garami Józsi bácsának nem tetszett, azt kirakta a csapatból, nem kellett csatárnak. Volt másik két csatára, azt mondta Józsi bácsi, és másik két csatár játszott. Érdekes, és azokkal is vezették a bajnokságot, most is. Igen. Érdekes, amikor Tislert lehozta, ugye mindenképpen járt az a fiatal játékosnak, hogy 3 gól tudod után lehozza az utolsó percekbe, igen. Tehát megtapsoltassa a közönséggel, tehát Garami Józsi bácsi ez is nagyszerűen érte ez a pszichológiához, és akkor valamit úgy oda mondott a Tislernek, tehát valószínűleg tartom, hogy biztos, hogy volt ilyen benne, de hát most már ezek után nem hiszem, hogy egy darabig. Viszont a bírót hagyhozom már. Na mondjátok már, akkor valami most sajnáltam, az Iványi Zoltán vezette a mérkőzést. De ő egy nagyon jó játék. Nem egy rossz játék. Hírhetten nagyon jó. Nem híresen hírhetten. Tehát a Fradi meccseken főleg nem. 1-0-ra vezetett az MTK.
szögezzük le, az MTK úgy gondolom mindenképpen megnyerte volna a mérkőzést. Jobban játszott, főleg a második félidőben, és 1-0 után nem tudom, láttatok a tévében, hogy megpróbáltunk egy kicsit felállni a padlóról, megpróbáltunk támadásokat vezetni, egy kicsit megváltozott a játékképe, és utána a második gól előtt, amikor az Egri Ultra be is szaladtak, hát betörték betörték a kaput, az Egri Ultra betörték, a biztonságért terelték vissza őket, a prekletet szabályosan felrúgta a csipat. Ezt én is láttam. Most én nem hazabeszélek, mert azért, mert játékvezető vagyok, mondjuk nem NB1-es szinten, de én vártam volna, hogy visszajátsszák a jelenetet. De mindig, tehát volt 650 darab lassítás, de én egyből se láttam azt, hogy most a preklettel mit csinálnak. Itt már akkor volt, amikor a srác vezeti oldalt, labdát beadja és érkezik rá Tisler. Tehát valamilyen szinten vártam volna én is ennek a idézőjele szabálytalanságnak a visszajátszását, nem láttam. Érdekes volt, ott felszínen nagyon simán lehetett ugye látni, hogy a preklet megfordult a labdával, ugye kapuval háttal, és a Csiki Patrik odament, ő erőszakos akart lenni. Nem tudom, te emlékszel arra, hogy a Halmosítól a Szomália hogy vett el a másik gól előtt a labdát. Az egy erőszakos labdaszerzés volt, de már abban is voltak pici faltok, tehát azért ott is sok bíró megfújja. Itt sokan mondták, hogy ez hasonló eset volt, hát azért annyit, hogy azt ne felejtsük, hogy Csiki, tehát szabályosan combon rúgta a prekletet, amitől eldőlt. Te láttad ezt? Láttam. Én ott voltam, velem szemben volt az eset, tehát ez tökéletesen a Bódi Csabival ültünk ott és a Bodolai Zsoltal. A Bódi Csabi, ő nem nagyon szoktam kikelni, tehát nem látom, hogy kikelne. Megfogta a fejét, ő mondta, hogy ez mi történt, ő is elorrította magát. Érdekes helyzet volt, tehát nem ezen ment el a meccs, ezt most megmondom. Mindenképpen annyit én hozzátennék, hogy ti ott voltatok. Lehet, hogy ti olyan szögben ültetek, amiből tisztán láttatok, hogy a szabálytalanság volt. Mondom, én a televízió előtt ültem. Először nekem is mondom, olyan furcsa volt tényleg. Azt hittem, hogy lefújja, vagy láttuk már ilyennél lefújni is. De perdöntő lassítást nem láttam a történetről. Hát nem fújták le, és végül is... Három lett ez, igen. Ez a legfájóbb, hogy ezt mondd kell mondani. És a legfájóbb, hogy nem az a legfájóbb, hogy gyakorlatilag ezt a csapatot nem látjuk játszani a tévénkkel. Jó, ti egy-egy mérkőzésre el tudtok menni. Igen, de ez a megemészhetetlen számomra, hogy egészen az 26 éve ott vagyunk, és nincs NB1-es csapatunk. És lassan közeleg az október 15-i dátum, amit ugye... Ami nem lesz meg, maradj. A dátum meg lesz, mert van csak nem lesz világvége. De van valami, mit csinálnak? Simon Ölta nyilatkozta a sajtótájékoztatón, ugyanúgy a mérkőzés után nem voltunk a sajtótájékoztatón, ahol a Nemzeti Sport újságírója megkérdezte, hogy tud-e valamit a villanyvilágításról, Simon Ölta azt nyilatkozta, hogy még egy fűszálat sem tettek arrébb. Ennyit tudunk. Tehát a vezetőség... Ugyanakkor a bon.hu-nak a klubigazgató Tóth Éneső pedig konkrét időpontról beszélt, hogy na eddig, mert akkor készül el a világvilágítás. Csak úgy tudom, hogy ez nem is a Tóth Éneső feladatköre, hanem inkább a Kocsi Zoltán, jól tudom, a stadion. Nagyon nehéz. A időpontot ugye már régóta tudjuk, ezt az október 15-ét, de hát ugye ne felejtsük, hogy szeptember vége felé járunk lassan. Azért 4 darab 40 méteres... Egy valamiben bízhatunk, azt mondták annó Kocsis Zoltán is többek között, hogy ez egy olyan munkálat lesz, ami gyakorlatilag egy hetet vesz igénybe, mert hogy helikopterrel fogják ezeket az elemeket beemelni. De még most gyártják ezeket az oszlopokat? Én nem tudom, hogy mi lesz. Én egyedül ebben reménykedek, mert hogyha most simán egy mezei úgymond villanyépítésről lesz szó, akkor nem lenne ki ezt október 15-ig. Mivel ezt mondták, hogy ez egy hetes munka, és október 15-re kész kell lenni, egyedül ebben bízok, de hát reméljük, hogy... Ezen imádkozok, hogy végre látom. Komolyan mondom, olyan, annyira jó lenne ide bejönni és úgy szakmázgatni, hogy labdarúgásról, hogy élőben játjuk a csapatot. Mondjuk, nem az, hogy szurkolóbusszal elmenni, meg stb. Tehát, vagy a televízióban éppen elkapni azt az időpontot, amikor közvetítik az Egernek a mérkőzését. Hát mondom, egy NB1-es csapatunk, és, plusz és, nekünk és lehet, hogy jobb, lehet, hogy jobb volt nekünk akkor, amikor NB2 vagy NB3 volt. Mert mindig kimáltunk. Mondjuk pontosan. Minden mérkőzésen ott vagyok, tehát több ezer kilométert leutaztunk már a csapatért. Még a családodnak se jó. Nekem se jó. Tehát az, hogy több száz kilométereket utazni nap, mint nap, elindulni, pont azt beszéltük, elindulunk Paksra, vagy Fehérvárra, vagy éppen Pápára délután egykor, mert 5-kor, 6-kor kezdik a meccs, és hajnali 3-ra hazaérek, vagy 2-re, ahelyett, hogy kimennék szépen a Egri stadionba. Jó, megebédelnék, megnéznék egy jó mérkőzést, tudósítanék róla, meginnék egy bambit az újságíró kollégák, és hazamennék. De konkrétan se erre gondoltam. Nem, mert Zsolt, ő nem iszik, ő csak nem valószínű. Egy bambit megiszok, és akkor hazamegyek, ez sokkal jobb lenne. Egyébként, és az Egri csapatnak is sokkal ez egy ilyen örök lerágott csont tényleg, hogy most miért döntött így az MLS. Most 16 órakor kezdődik a Diósgyőri Egri mérkőzés. Tehát legfeljebb csak azért fogják a világítást felkapcsolni, hogy Lipcsei Betát lássuk, nem hogy kell. Hogyan készíti a mérkőzés után. De meg jobban néz ki sötétben. Tehát most igazából nem tudom, hogy
most ezt miért nem lehetett például legelben rendezni? Jó, első négy fordulónak a sorsolását tényleg megcsinálták. Állítólag azért, mert ez kiemelt kockázatú, és az MLS a legutóbbi pályabajárás után Balázs, nem tudom, kivel játszok a következő. Én állítom, hogyha október 10 akárhanyadikai időpont előtt vagyunk, és mondjuk nem, tényleg nem tudom a csapatnak a sorsolását, de hogyha a Kaposvár jön ide. Kecskemét jön legközelebb, idézőlesen jön. Hát Kecskemét játszunk, most nem tudom, hogy hazajön. Az már nem valószínű, kiemelt kockázatú. Most azt miért nem tudják 15 órára tenni, és akkor pontosan arról van szó, hogy családi program kellene, hogy legyen. Láttátok volna az MTK-nál, nem voltunk. Hihetetlen volt, sokat voltam az MTK-ben, mint Fradi szurkolóként. Nagyon furcsa volt azt látni, hogy a sajtópálya az MTK... Voltak most 700-an. Nem, az MTK szurkolók felett volt, és nem tudjátok elképzelni azt a családi hangulatot. Mindenki is kis tábor, de mindenki ismert mindenkit. Ő gyerekek voltak, apukák, anyukák, jó érezték magukat, szotyisztak, szivaroztak ott a csötönyék. Tényleg mindenki annyira családi volt a hangulat, és annyira jó volt megsejelni. Ne haragudj, ezzel vitatkoznék, mert egy futball még az ne családi hangulat, hogy legyen több tízzel ember, akkor nem ismert senki. Nem családi program kell, hogy legyen. Az rendben van, csak azt mondom, amikor mindenki ismer mindenkit, az nem feltétlenül azért jó, mert hogy... De most nem arról beszéltem, csak hogy milyen jó volt az, hogy látni a két kislányt az anyukával, apukával. Az apuka volt a biztonsági őr, az anyuka meg a két kislány felültek, integettek egymásra a meccs közben. Tehát tényleg kimennek a mérkőzésre. Családi programnak kellene legyen, és tényleg az a legfurcsább, hogy hányszor van a sporttelevízióban, és láthatjuk 13 óra 15-ös kezdés, például a Premier... Sőt, hát vasárnap délben a spanyolok játszanak. Nálunk miért kell esti mérkőzéseket rendezni? A Fradinak minden este vasárnap lesz most már majd a mérkőzései. Hogy menjen le egy vidéki család a mérkőzésre, amikor este 7-kor kezdődik, 9-kor van vége, mondjuk tegyük fel, Egerben élek, és 11:30-12. Sőt, az első és a harmadik fordulóban 20:45-kor játszottak pénteken. Tehát egyszerűen... Még csak akik tömegközlekedéssel akarnak... Vagy az MB2-es nézd meg a Nyíregyháza Békés Csaba péntek délután 3-kor. Könyörgöm. Igen. Hát vannak ilyen megválaszolatlan kérdések. Tényleg, hát most az MLS diktálja a feltételeket, úgymond sokat beletesznek a labdarúgásba, az tény is való. Nem feltétlenül sokat visszafordultak, és akkor megint visszatértünk a válogatotthoz, hogy a holland meccshez, hogy milyen jegyárakat állapítottak meg, nem csoda, hogy nem volt teltház. Tehát én kíváncsian várom ezek után, hogy majd az októberi törökök elleni hazai selejtezőre. Hát, ugyanúgy kimennek az emberek, Balázs. De figyelj, itt volt a holland válogatott, itt volt holland válogatott, és 20 ezer ember volt, Gabi. Nem volt teltház egy Hollandia ellen. Nem volt teltház. Azért, mert 18 ezer, meg 16 ezer forintért adták a jegyeket. Ez nonsense. Igen. Pedig azért Magyarországon tényleg szeretik, amikor egy Málta ellen 35 ezeren kint voltunk, és már egy nappal a meccs előtt nem lehetett, vagy nem tudom melyik se lehetett, nem lehetett jegyet kapni Málta ellen, mert 35 ezer ember kint volt, akkor... Utána játszottunk a svédekkel talán. Igen. Igen. Tehát azt mondom, hogy itt, hogyha egy kis futbólja van ebben az országban, még a drága jegyet is kifizetik, de azért az, hogy egy holland válogatott ellen nem mennek ki az emberek, és igen, olyan gazdasági helyzetben, nem mindenki tud, most gondolod, egy családi program pontosan ez. Anya, apa, két gyerek, mondjuk kimennek az, hogy lássanak is valamit, 418 ezer forint, az mennyi? De alap 30 ezerre veszik. És akkor egy buti költség, akkor egy kis bambi, hot dog, tehát azért mondom, hogy nagyon el vannak szállva, azért kíváncsian várom a török meccsnek a jegyárait, de akkor, hogyha már itt szóba jött a válogatott, akkor azért Huszti Szabolcs, ha megint érjünk már rá, nem tudom, láttatok, hogy hétvégén milyen szenzációs góltollózott? Meg aztán, hogy állította ki magát? És játékvezető, tehát hogy lehet ilyen hülye játékszabályt? Ja, bocsánat, azt mondom, bocsánat, ne arra, hogy az megint, az más, az a szabályalkotóknak. Tehát én azt mondom, hogy a játékvezetőt lehet szidni, de ő megmagyarázta azt, hogy sajnálta. Meg egy bíró, tehát egy kicsit okosan gondolkozva, a magyar, nem tudom, Wagner, vagy kivel volt egy nyilatkozat, hogy ő megérti, de ilyet ő még soha nem hallott. Benne van a szabálykönyvben tényleg, hogy mondjuk mindegyik külön kell. Én sem láttam még ilyet. Akkor se lehet. Meg belegondolva, hogy a saját helyzetemben szeretnék a Bundesligában játék vezetni, egyrészt. Másrészt, tehát ott nagyon nagy pénzek vannak. Most ez egy olyan sajnálta, így sajnálta, tehát komolyan mondom, én sárga lapot adtam volna. Igen. Adott ő is csak kettő. Én sárga lapot adtam volna, egy darab sárga lapot adtam volna, komolyan inkább menjen rá a jövő heti küldése. Csak ráment volna, most gondolj bele, szerintem a Bundesliga... Lehet, hogy ráment volna. A Német Labdarúgó Szövetség azt mondja, hogy jaj, Dádá, nem adtál pedig ott két sárgát kellett volna adni, azt nem adtál szárgát. Belemerülünk ebbe a témába, csak hát ha van olyan kedves néző, aki nem tudja, miről beszélünk, mert gondolom nem minden háztartásban nézték hétvégén a Bundesliga Hannover-Werder Bremen mérkőzését, ugye Huszti Szabolcsról volt szó,
az észak-német derbiről, Hannover-Werder Bremen meccs, és 2-1 volt már. Utolsó, az utolsó perc. Kriszti Szabolcs a 93. percben ollózott egy bombagolt, azzal nyertek 3-2-re, egyébként két gólt lőtt meg egy gólpasszot adott, és hát gólörömébe egyszer levette a meszt, utána pedig felmászta a kerítésre. Na most állítólag a szövetség, tehát állítólag a szabályok szerint az van, hogy mezlevétel is sárga, meg kerítése mászra is sárga. Hát túlzott gólörömére két darab sárgát kapott, Huszti, így kiáltották. Jó, tehát valaki megalkotta ezt a hülye szabályt, mert tényleg ezzel így vannak a szakmabeliek is. Tehát egy játékvezető nem mondta azt, hogy oly milyen frankó volt ez a, nem tudom, hogy hívták a játékvezetőt egyébként, aki a kiállítást alkalmazta, illetve a páros sárga után a kiállítást alkalmazta. Tehát senki nem mondta azt, hogy ez egy ilyen frankó csávó, hanem az van, hogy hát sorry, de a szabályok szerint kellett, hogy eljárjon el. Tehát innentől kezdve nem hibáztatható, és tényleg ő is azt nyilatkozta, hogy szinte vérzett a szív, hogy odaadta a második sárga lapot. Viszont, ha nem a piros lapot, de egyébként megmondom, tehát vagyok ott, én azt mondom, hogy én adok egy sárga lapot, lenyelem a másodikat, aztán nem menjek jövő héten mérkőzés vezetni. Viszont, hogyha hülyének idézésen nem nézetem magam. Hogyha nem a piros lapról akarunk beszélni, hanem csak Huszti Szabolcs produkciójáról, hát Bundesliga kanadai táblázat vezeti két góllal és öt gól passzal itt három forduló után. Ahogy Zsolti fogalmazza, tehát... A Zsolti kedvence következik most az Egervári. Szeretnénk, hogyha bebizonyítaná Sanyi bácsi akkor alkalmasságát, és Hogy tud hát Huszti Szabolcsot vissza kéne valahogy rengetni. Én azt mondtam, hogy felnőtt emberek vagyunk, úgy gondolom, az Egervári Sándor bármennyire megsértődött, a Huszti Szabolcs bármennyire nem volt normális, tehát ő volt a hibás. Van nekünk egy MLS elnökünk, felnőtt emberek le tudnak ülni, hogy annyit beszéltünk a Nagy László ügyről, nem igaz, hogy nem lehet megbeszélni. És akkor lenne egy kiváló játékosunk, mert a Huszti Szabolcs szerintem ebben a magyar válogatottban simán elfér. Szerintem az volt, hogy Huszti Szabolcs lesz még válogatott játékos, noha aztán a Kikernek nyilatkozta, hogy ő már nem lesz az véleménye szerint. Szerintem lesz Huszti Szabolcs válogatott játékos. Nagyon-nagyon remélem, hogy minél előbb. Na hát akkor ennyit a fociról, hiszen pár percünk maradt már csak itt az adásunkból, és hát szerettünk volna vízilabdáról is beszélni, éppen ezért csak címmondatokat, címszavakba beszélünk erről. Kicsit kialakult a férfi bajnokok ligája sorsolás, ugye megtörtént már pár héttel ezelőtt, kiderült, hogy milyen hatos csoportba került a Zetefeger férfi csapata. Egyetlen egy csapat kilépett, ami kérdéses volt. A grúziai Tbilisi selejtező tornának a győztesét kaptuk volna meg, kaptuk is meg egyébként, mindenki azt gondolta, hogy a spanyol szabad el. Hát a szabad el harmadik lett, tovább se jutott, és így az Európa kupában folytatja. Az első pedig a házigazda Grúz Tbilisi lett. Hát, és ráadásul velük kezdünk jövő szerdán 18:30-tól itt a Bicskei Aladár-Uszoljában. Tehát a hivatalos szezonnyitó vízilabda életben itt Egerben, az lesz jövő szerdán 18:30-tól a grúzok ellen. Hát én azt mondtam, tegnap pont találkoztam a Bicskei Uszoljában este edzést tartott Gerendás György, és megkérdeztem tőle, hogy hol rendezzük a Final Four-t, a Bicskeiben vagy a Strandon. Sajnos. Gondokkal küzdik a sportág, ez tény is való, tehát nem tudjuk igazából, hogy a szabad ellen mi történt, de vannak olyan pletykák, hogy ők az Európa kupában akartak. Valamilyen szinten bojkottálhatták ezt a dolgot, tehát ilyen pletykát is hallottunk. Most mi a különbség e között a bajnokok ligája, meg a között az Európa kupa? Mert szerintem egy jó szabad el, talán még ebben a bajnokok ligájában is. Nem azt mondom, hogy esélyes lehet, de úgy mit tudom én, a legjobb 8 közé jutás, talán benne volt nekik a kalapban. Hát annyi, hogy van egy a Dubrovnik, hogy nem a Dubrovnik, ma a BL. Dubrovnik lesz a Partizán, az Eger, Szeged. Na, itt gyakorlatilag teljes egészében a Dubrovnikról fog szólni. Igen, én is így gondolom. Biztos, hát nem, majd rólunk. Hát egy nagyon úgy, remélem, hogy... Hát egy Final Four olyan, hogy nem meg lehet. Nagyon egyszerű a dolog egyébként. Gondoljatok bele, hogyha csoport elsők vagyunk ebben a mi hatosunkban, ami egyáltalán nem elképzelhetetlen, akkor azt jelenti, hogy 8. döntőben nekünk van a pályaelőnyünk, hurka csapatot kapunk, és utána tovább jutunk, még mindig nekünk van egyedöntőbe pályaelőnyünk, és még mindig nem úgymond erős vagy csoport elsőt fogunk kapni. Tehát, hogyha sikerülne ezt a csoportot megnyerni, akkor nem azt mondom, egyenes út, de azért elég, tehát nem tudom, hogy lesz-e ilyen könnyű út, csak mint bármikor a fájmasztalában. Pont ezt akartam mondani. Nem, de mondani, mondjuk 20 év múlva mondjuk megnéztek egy ilyen statisztikát, hogy kiírják, hogy 2002-2003 kik mikor nyert, és ott lenne 2013 Zetefeger, akkor lehet, hogy nem azt nézik, hogy ebben az évben mi volt. A Final Four részvételre szinte alig emlékszik valaki. Én az a 3 évvel ezelőtti Final Four mezőnyét lehet, hogy nem tudnám elmondani, hogy ki volt az a négyes, aki, meg az, hogy hol rendezték. Tehát igazából mindenhol a győztesekre emlékeznek. Én azt mondom, hogy amilyen olyan ez a bajnokok ligája mezőny, azért ne
foglalkozunk azzal, hogy a helyén kezeljük. Maradjon az meg bennünk, hogy itt tényleg a legrangosabb kontinentális sorozatról van szó, hogyha gyakorlatilag itt a négy közé kerülünk, 20 év múlva senki nem fogja azt mondani, ja, hát ez azért került az Eger oda, mert nem volt ott a Mladosz Zágrába, a Vasas, meg a Pro Recco, meg nem tudom, még valaki, ja, a montenegrói csapatok például, a Hercegnovi, hanem azért, mert ott voltunk a négy között. És ilyen komolysággal vegyük szerintem ezt a Surmant is, a Tbilisit is, meg még a Hannovert is. Kell jutni, aztán meglátjuk. Őket kell megverni. Csak egy fél mondat, hiszen mert tényleg másodpercenk vannak hátra, a női csapat is játszott csak úgy, mint a férfi a hétvégén felkészülési tornán. A fiúk Debrecenben vettek részt egy hatcsapatos tornán, ugye? Igen, hol harmadikok. Harmadikok megelőzték végül a Debrecenben. Igen, tehát két győzelem és három vereség, megvertük a Fradit és a Partizán Belgrádot, a Szolnoktól, a Debrecentől és a Vasastól viszont kikaptunk, de hát nem játszott se Bíros, se Gornagy, se Szécsi. A női csapatunk, csak a második. Igen, a női csapatunk, ja és ugye Lukasz Zémannak pedig megsérült a könyöke, tehát ő is játszott a felétől. A női csapatunk pedig Szegeden vett részt egy felkészülési tornán, ahol a döntőbeli ellenfél BVSC, a harmadik Szentes, a házigaz a Szeged és egy moszkvai csapat volt az ötös torna résztvevője. Mind a négy csapatot megvertük, úgyhogy nem volt nálunk Antal Dóra, úgyhogy nem játszott Pengő Nikolett, és még nem volt itt az ausztrál idegen légős Ebony Nésem. Hát a lányoknál úgy tűnik, hogy minden rendben van. Kelemen Attilával tegnap beszéltem, azt mondta, hogy most rámennek a Magyar Kupára, tehát novemberben várjuk a fejleményeket, és remélhetőleg a kupagyőzelmet. Én pedig köszönöm a figyelmet. Sajnos nem maradt időnk arra, hogy megbeszéljük itt egy érdekes vízilabda hírt egyébként, hogy a Honvédba igazolt Benedek Tibor és Kásás Zoltán. Zoltán már nem. Így is lehet, hogy öreg fiú csapat lesz, hiszen jó lesz így a Honvéd is. Az azt jelenti, hogy 6 jó kemény csapat lesz a férfi első osztályban. Várjuk a bajnokságot, október 13-án kezdődik, jövő héten pedig a férfi BL, a Cetefeget Tbilisi mérkőzése. Én köszönöm Rozsnaki Gábornak és Egedű Zsoltnak, Zsoltinak, hogy annyira most nem elesztette el magát. Remélem, egy hét múlva megint velünk tartanak, hétvégén pedig kezdődik a női kézilabda bajnokság, vasárnap 4 órakor. Eszterházi KFSC Globosis Hajdunánás, mindenki a hegyre, ahogy az EK-s porcímű magazin műsorunk végén is. Búcsúztam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. László Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Van stusz poén. Belúz utolsó fél percen Kovács, megint leve, oh, Jean-Pierre! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben, akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második fél időben.